Nem fáj, csak kicsit fura. Mondja ez a kislány közvetlenül a Futura fakirágy kipróbálása után. Szintia és még sok más kisgyerek a második születésnapját ünneplő intézmény miatt érkezett Mosonmagyaróvárra. Persze szüleik kíséretében, akik óhatatlanul is összehasonlítást tesznek más intézményekkel. Nagyon hasonlít a Csodák palotájához, ami Budapesten van, nagyon sok hasonló játék is van, meg voltak itt újdonságok is, meg különösképpen érdekes volt, hogy a Sziget közről egy pár külön tárló, meg külön játék volt itt. Úgy néz ki, hogy nagyon szép, tetszik a gyerekeknek is. Ugye voltunk már hasonló ilyen létesítményekben, ugye például Bakony Béli csillag, de az is egy hasonló jellegű építmény, hasonló kiállításokkal. Voltunk Szerdömölkön a Vulkán Múzeumban, az is hasonló modern, ilyen szemléltető eszközökkel létesített ilyen létesítmény, és nagyon tetszett a gyerekeknek, mindenkinek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt a Futura, vagy Futura nevezettű létesítményt is. A gyerekek véleménye is pozitív volt. Persze mindenki mást emelt ki az itt eltöltött időből. Volt benne egy örvény, és bele lehetett dobni egy labdát, és akkor leesett az örvénybe, és lehetett egy labdát így biztonságosan végig egy ilyen pályán. Volt egy ilyen lufit, raktunk bele egy lombikba, tüzet gyújtottunk meg, héliumot szigadt be a bácsi, és akkor vékony lett a hangja. Nagyon tetszett. Nem tudtam, hogy ilyen játékos lesz az egész. Azt hittem, csak ilyen kísérletek lesznek, de nagyon tetszik. Sokat játszottunk, meg mindent kipróbáltunk, meg jól szórakoztunk, meg minden. A Futura folyamatosan fejleszt, hogy vonzza a látogatókat. A különböző szinteken található játékok hónapról hónapra megújulnak. Nemrégiben pedig megnyitották a pániklabort is. Rengeteg fejlesztési ötletünk van, tehát hétről hétre az értekezetek során úgy mondom, hogy turbo ötletek születnek, kisebbek is, nagyobbak is, tehát épületen belüli és épületen kívüli is. Hát igazándiból ezt nem lehet összefoglalni, kifele is szeretnénk terjeszkedni, mert igen, nagy szükségünk lenne valami kinti térre is, rendezvényekre is, és a táborokra is, úgyhogy hogy a szabad tér felé gondolunk terjeszkedni. Vannak kisebb-nagyobb álmaink, amiket most nem szeretnék elárulni, mert a nagy álmokat szeretnénk beteljesíteni. A Futura egyébként a nyári fesztivál alatt is várja a látogatókat, mégpedig meghosszabbított nyitvatartással este 8-ig.